Sziasztok! A mai téma a CV értékek beállítása lesz, amivel tetszésünk szerint megadhatjuk járműveink tulajdonságait. Elsőnek mondom, nálam milyen gyártók vannak jelen a terepasztal működtetésében. A pályát egy Rokko Z21 start központ vezérli, egy multimausszal. Ebben a Pico ICE vonatban egy Digitools Digidrive 4.1-es 8 tűs dekóder található. És akkor most nézzük az értékeket. Az értékek módosításával testre szabhatjuk járműveink gyorsulását, lassulását, maximum sebességét, minimum sebességét és még ezer más dolgot is. Először megmutatom, hogyan megy most a vonat. Életszerűen gyorsul, így van beállítva. És akkor most nézzük a módosítást. Megnyomjuk a Shift és a menü gombot. Kiválasztjuk a programozást. Oké. CV érték módosítás. Oké. A gyorsulás nálam a CV3-as értéket képviseli. Megnyomjuk a 3-as. Oké. Ez most 16-osra van állítva. Most átállítom 2-esre. Oké. És kilépünk a menüből. Látható, hogy sokkal gyorsabban eléri a maximum sebességet. Van, aki inkább ezt kedveli, de én inkább az életszerűre szavazok. Akkor most visszaállítom. Tehát Shift, menügomb, programozás, CV értékmódosítás, 3-as, oké. És akkor ezt visszaállítjuk 16-osra. Jó. Nézzük akkor a maximum sebességet. Újra CV értékmódosítás, és ez nálam az 5-ös értéket képviseli. Oké. Okay. Most nálam a maximumon van 255, ezt most leveszem 100-osra. Oké. Okay. Meg lehet gátolni, hogy a szerelvények leszálljanak a pályáról a nagy sebesség közepette. Most ez a maximum sebesség, ez elég lassú. Nézzük a eredetit. Öt. Oké. És akkor 255. Valamivel gyorsabb lett, nem sokkal, de ez a sebesség is belefér. Köszönöm a megtekintésért, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok!